Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta: kinek merre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a báró kisasszonyok felé hullott a pálcája, középső fiúnak a gróf kisasszonyok felé. A legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult, azon gondolkodott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. Az folyton nyávogott utána. Azt mondja neki a királyfi: felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé báró kisasszony. A közbülső, hogy az övé gróf kisasszony. A legkisebbik azt mondta, hogy majd meglátják. Na akkor a király azt parancsolta, hogy minden vőlegény hozzon egy szép virágcsokrot a menyasszonyától. A két nagyobbik örömmel ment, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj! Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok macskacicó jött elő. Az egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a menyasszony összeillesztette mindegy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a menyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő. Egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak. A kisebbik nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól, hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a cicók. Egyik ezüst szálat, a másik arany szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két legnagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép-szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Megint telt az idő. A király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért,
de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Hogy vigye ő a macska cicót haza? Az már ott várta az erdő szélen. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, csak elaludt. Amikor felébredt, nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ő az, akit macskacicó képében megkérde, ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és én visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában kocsisok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Oda-haza már állott a lakodalom a legjavában. Mikor az őrök észrevették, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.